Jó napot kívánok! Köszöntöm itt a Klik tv és a Klik TV Mévis műsorán a Pesnik Mária az Itát, a pénzügyi kutató RT főmunkatársát, közgazdászt, Szerbuzita, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Látszólag is tudom már nagyon jól, hogy nem szeretsz a politikáról beszélni, és látszólag eh, politikai felütéssel kezdem a beszélgetésünket, mégpedig azzal, hogy eh, milyen gondolatok mentén és milyen következményekkel jár, hogy megjelent a magyar kormányban egyfajta fenyegető attitűd. Lázár János megfenyegette a mávat, Nagy Márton megfenyegette, azt a, hiszem, hogy ő fenyegette meg a spard de a, kut, a benzinkutakat szintén, hogy mi ez az újfajta. Kicsit számomra ilyen voluntarista megközelítés a gazdaságnak? Hát ez voluntarista megközelítés, igen, ami az Orbánból következik. Orbán alapvetően voluntarista, és amit akar, az utóbbi időben nem jött be. Úgyhogy úgy gondolják, hogy be kell avatkozni a gazdaságba, a piaszgazdaságba, és akkor majd minden jó lesz. Tehát az előző rendszer logikáját kapták elő, és Egyébként meg tudjuk, hogy nem lesz jó, mert abban a rendszerben sem működött a direkt gazdaság irányítás. az ehhez képest ugye a kormányinfón Gulyás Gergely azzal a viccel próbálkozott, hogy tessék mondani, ez már a kommunizmus, vagy, vagy, ez lesz ez még rosszabb. Szóval milyen túl azon, hogy nagyon erős állami beavatkozásokat látunk, nagyon erős közfontosítási törekvéseket látunk, hogy, hogy milyen jogon beszél arról, hogy, hogy itt már, szóval meg kihez beszél leginkább? Hát ugye ne felejtsük el, hogy vészhelyzet van, tehát bármit megtehetnek. Tehát de ezek most a, direkt, a háborús veszélyhelyzet. A háború, hát igen, migráns veszélyhelyzet igen. és háborús vesz Most csak kettő van. Ugye igen. volt, amikor még a COVID miatt igen. is volt, de az most már nincsen. Tehát kettős veszélyhelyzetben olyan ö, döntéseket hoznak, amit nekik leginkább megfelelő. És ha ez a gazdaságban való beavatkozás, akkor beavatkozunk, és nagyon durván avatkozunk be. Na most ennek azért megvan, és meg lesz a hátulütője. Az a hátulütője megvan, hogy a a kormányzati politikával szembeni bizalom az nagyon erőteljesen megroppant a külföldi befektetők előtt. Nem a keletiekre gondolok, hanem arra a nyugati befektetői körre, amely tényleg fejlett technikát, technológiát tudott idehozni, termelékenység növeléshez tudott kapcsolódni. Ez, ezek fölmondták. Azt mondták, hogy hát ezért ezt nem. És nagyon nagy mértékben De mi, vagy, hogy milyen, milyen Hát mikor ugye mérlegelni kell, hogy hol fektesse be a tőkéjét, vagy a meglévő tőkét, amit itt forgat annak a hozamát újra befekteti-e, vagy kiviszi, akkor az a, az a tapasztalat, hogy, hogy nem Magyarországot választja, hanem egy megbízhatóbb országot választ, mert ebben az országban egyrészt nincs jogbiztonság, semmiféle jogbiztonság nincs, másrészt nem lehet hinni a kormánynak, ha azt mondja, hogy például bevezetem a extra profit adót, ugye mondták ezt 22 nyarán, de csak 23 ig lesz, és aztán kiderült, hogy 24-be is van, sőt ki is terjesztették még, és most mindenki azt mérlegéli, hogy lehet, hogy 25-be is még megtartják. Tehát nem szavahihető a kormány, nem hiteles a kormány, és ez nekünk nagyon-nagyon sokba kerül. Részint, mert nem jön ez a fejlet, vagy nem olyan mértékben jön ez a fejlet nyugati tőke hozzánk befektetőként, részint pedig, ami helyette jön, hát az egy skandalum. Már most a keleti... A keletire gondolok, igen. Az, igen. az akkumulátorokra igen örülnek. igen 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 de miért skandalom? hát azért mert ebből mondjuk lesz egy egy, egy egy gyorsabb növekedés mondjuk a beruházások révén de nagyon alacsony hozzáadott értéket termel a magyar gazdaság átlagos hozzáadott értéktermelése körülbelül ö, 40 40 százalékos és ezek legfőjebb 15 ot tudnak hozni. lehúznak. Az innováció nem itt történik, itt a végrehajtás történik. Öm, tehát az alacsony jövedelem termelő képesség, másrészt amit itt megtermelnek, abból nagyon kevés jut a magyar jólét növelésére. Harmadszor nagyon sokba kerül, hogy ide jöjjenek, mert adunk nekik öm, öm, ugye pénzt is, hogy jöjjenek, meg olyan infrastruktúrát adunk, infrastruktúra fejlesztéseket adunk, ami összességében az itt lévők eddig 1500 milliárd forintot vittek el és megengedünk nekik mindent, mert lényegében nem csak a pénz miatt jönnek ide, hanem azért jönnek ide, mert itt nem kekezkednek velük. Az, nem kekezkednek az engedélyekkel, a szabályokkal, a szabályok betartásával, nincs olyan ellenőrzés, tehát szabadon garázdálkodhatnak az országba, az ország lakóinak a kárára. Most látjuk, ez a mini Dubai esetében is ezt és történik igen. egyébként. Rád gondoltam akkor, amikor a költségvetésről beszéltek, és azt hangsúlyozták, hogy el kell tolni a költségvetést az amerikai választásokig, és magam elé képzeltem az arcodat is, így láttalak, mint ahogy most látlak, hogy mosolyogsz. Miközben egyébként ellenzéki politikusok egy része azt mondták, hogy na végre. Hát a na végre, azt én is mondtam, hogy na végre, mert az előrehozott költségvetés készítésnek semmi, de semmi értelme nem volt, illetve a kormány számára volt, nem kellett elszámolni, beszámolni, a költségvetés nem lehetett elemezni, mert olyan bázisszámokat tettek be, ami bázisszámok maguk megváltoztak, mert a, a bázis, bázisként az előző évi tervadatok szolgáltak, de hát azok is változtak, és Egyszerűen követhetetlen volt a költségvetés, és hát na most akkor talán a, a 25-ös költségvetést a 24-es előzetes adatokra fogják építeni. Ez a várakozás. Mert ugye, amikor azt mondja, hogy november végén, vagy nem tudom, mikor nyújtják be, addigra már az első fél év adatai megvannak, és akkor legalább valami reális folyamatot lehet feltételezni 24-ről, és arra lehet valamit 25-re építeni, nem pedig teljes fikciót és, és fiktív dolgokat, amivel eddig éltek. De az indok nem ez volt az gondolom, Nem ha ez most, volt az indok, most, igen. Most, most ugye nem tudjuk, hogy ez most meg. egyszeri döntés, vagy, vagy tényleg vissza fognak állni a normál ö, ö, költségvetés készítésre. Amúgy különben annak idején, még a 2010-es években, az Európai Bizottság javasolta a tagországoknak, nem kötelező, csak javasolta, hogy hát az információk legyenek, minél előbb álljanak rendelkezésre a háztartásoknak és a vállalkozásoknak, és ezért javasolta ezt az előrehozott költségvetés készítést. Na most a legutóbbi időben már ő is azt mondta, könyörgött a magyaroknak, hogy ne csináljátok, ne tegyétek, mert hát már a következő évi költségvetés lehetetlensége az már az adott évben, amikor elfogadták, kiderült, egyértelműen kiderült, és most ez a helyzet a 24-essel is hogy 24 végén már látszott, hogy nem lesz tartható, akkor még ugye erőlködtek 23, 23 végén, végén akkor erőlködtek itt 24 januárban, hogy de igen, 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 és aztán beadta varga a derekát, hogy hát valóban nem tartható a parlament által elfogadott a 23 hiány mérték. A 23-as, hát jaj, a 23-as, jaj, most mondok néhány számot, Hű. tudom, hogy nem nagyon szeretik, de, de elfogadták a 23-as költségvetést 22 azzal, hogy 3,5 százalék lesz a deficit. 22 végén fölemelték 3,9-re, aztán 23 októberében 5,2, aztán 5. decemberében 5,9. December 30-án mutatja be a pénzügyminisztérium azt a nemzetgazdasági tervet, amit 23-ra írt. Az utolsó nap mutatja be a. Sok értelme van. Semmi értelme nem volt. 5,9, de nincs vége. A, ugye kiderül, hogy ez 6,7, vagyis az előző évhez képest is egy növekvő deficit, és még nem vagyok benne biztos, hogy ezen a 6,7-en megáll. De ez miért zavarja a vállalkozást, hogy nem tudnak tervezni, de így a, a költségvetéshez? Hát nem tervezhető, mert ugye hát most is arról van szó, hogy most majd a választások után kiigazítást kell eszközölni a gazdaságba, és akkor itt mindenki mérlegél, hogy akkor adóemelés, mert mi az, hogy ki költségvetés rendbetétel egyfelől a bevételek növelése és az adók emelését jelenti, vagy kiadások csökkentése, vagy és kiadások csökkentése, és akkor ott, ott, ott támogatások, meg álmi megrendeléseknek a visszafogásra lesz. Hát amikor most már bejelentették, hogy 675 milliárdos beruházás, befagyasztás van, Hát azért az egy nagyon széles befektető. De, de azt is mondják, hogy ez kevés jelent. már, mint szakértő. Hát kevés, mondják. igen, én szerintem is kevés, hogy ne. Még egy olyan 1500 milliárdos megszorítás kellene, bocsánat, hogy ezt a szót használtam. Te mert igen, én használatom. Nem igen, igen, igen. Ami vagy bevételnövelés, vagy és csökkentés kellene jelentsen, de nagyon sok. Tehát. És ráadásul most még azt is olvastam, hogy ez a 675 milliárd, ez nem biztos, hogy olyan beruházás, amit eddig nem indítottak, de tervbe volt és leállítottak, hanem már folyó beruházásokat azt mondták, jelent. hogy azokat nem fogják megállítani. De amikor azt mondja, hogy csak, hogy fog menni a beruházás, fognak menni az építkezések, az útépítkezések, a nem tudom milyen ügyét állami beruházásokról van szó, csak majd jövőre fizetjük ki akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy dolgozzatok emberek, pénzt nem kaptok, majd jövőre valamikor kirakjuk ugye a pénzt az ablakba. De hát a ö, beszállítók a, erre a, hogy reagálnak? Hát, arra, hát nem, nem tudni. Hát ö, ugye bizonyos mértékig ö, Elhiszik és, és dolgoznak és teszik, de ez azt jelenti, hogy kamatmentes hitelt vesz fel az állam pusztja, ezektől a vállalkozóktól. Plusz kell nekik kell lenni annyi tartalékos. Hogy... Igen, igen, igen. Lehet, hogy tönkre mennek, beadják a kulcsot ez vállalkozóként és, és projektenként Azt különböző. Azt látod, hogy váltod, mert ugye most már a hiány elérte szinte az egész éves, az egész évre Hát az eredeti, hiány. az eredeti, a 2,9 százalados százalékra megállapított hiány el, elérte az első három egyébben a 93 százalékát. De hogy most is százalék százalék mi pénzszórás? még pénzszórás? ha pénz, a pénzszórás az annak a függvéme, hogy Orbán mit akar. Itt nincs olyan költségvetés politikai, ilyen nagyon megfontolt, gazdasági érdekeket figyelembe vevő, netán hosszú távú gazdasági érdeket szem előtt tartó költségvetési politika egyáltalán nincs, hanem az van, arra van pénz, amire azt mondja, hogy Orbán, hogy akkor erre kell, és akkor arra van. Kommunikációra kell, van. Kormányzati politikára a, arra van. Budapest Airport megvételére van. Sőt, most még ugye egy ilyen spanyol ö, vagon összeszerelő, vagy vagongyépgyár, valami ilyesmit is meg akarunk venni. Erre, erre van pénz. De nincs pénz oktatásra, nincs pénz egészségügyre, nincs pénz innovációra és sorolhatnám, hát egy nagyon-nagyon jellemző számot a Piti Zoltán tanulmányából vettem ki, néhányat azért mondanék, a 2009-ben a szociális juttatások a brutó hazai termék 18%-át tették ki, és az a kormány, amely állandóan azzal dicsekszik, hogy megvédi a családokat, és jólétet teremt, az a, abba, az a kormány 22-re a 18-ról levitte 13 százalékra. A, szociális juttatások arányát a bruttó hazai termékhez viszonyítva, ilyen alacsony arány nincs sehol. De mondok egy másik példát. A, a kormány ugye belement 2020 után egy erőteljes eladósodási politikába. Ennek az eladósodásnak, ami az adóságállomány emelkedését jelenti, növekvő kamat terhe van. A kamat szolgálat, amit nekünk ki kell fizetni külföldre is, meg itt belföldre, ez a, a bruttó hazai terméknek tavaly a 4,7%-át tette ki. 2022-es adat az egészségügyre fordított állami ö, ö, pénzek, a bruttó hazai terméknek 4,4%-át jelentették. Világos az aránytalanság? Hogy hát mekkora a kidobott pénz az ablakon, úgy szólván, ugye ez a kamat, amit, amit fizetünk, és akkor ráadásul, ha ez a kamatszolgálat emelkedik, ez azt jelenti, hogy a, a kamat összegét nem tud, a kamat összege növekedésével nem tud lépést tartani a bruttó hazai terméknek az emelkedése. Ez azt jelenti, a kamatszolgálat nő, mert ez egy ez egy tört, aminek a számlálójában a fizetendő kamat van, a nevezőjében pedig a, a bruttó hazai termék, és hogyha ez emelkedik, akkor ez azt jelenti, hogy a kamatot, kamat fizetésre is hitelt kell fölvennünk, tehát belekeveredtünk egy ilyen spirálba. spirálba. egy ilyen spirálba kamaradtunk bele, és ennek a spirálnak a legnagyobb hajtó ereje, az, amiről itt az elején beszéltem, az a kormányzat hitelességének a zuhanása. Mert ö, vannak piaci kamatok, ugye? De mi olyan felárat fizetünk pont azért, mert ilyen a kormányzati politika, hogy nem megbízható, hogy nincs tulajdonbiztonság, hogy beavatkoznak, hogy a szabályozók naponta változnak, hogy megkívánja az én tulajdonomat, ugye most a spárra gondolok például a kormány, tehát hogy teljesen kiszámíthatatlan kormányzati politika van, ez olyan kamatfelárat eredményez nálunk, mint amekkora a kamet, kamat kamatfelár nincs. A görög hitelfelvételnél pedig Görögországnak az adósság állománya 100% fölött van, a miénk meg ilyen 73%. Fölött. Ugye ez abból fakad, amit mondtál, hogy nincs bizalom a nemzetközi piacon? Bizalom Tehát Tehát ne Igen, meg kell venni, kapunk hitelt, csak nagyon-nagyon drágán kapjuk a, ezt a hitelt. Nagyon drágán kapjuk. Most muszáj megkérdeznem, és ő, ugye ez egy veszélyes út, mert könnyen válhatsz te is hazárulóvá hogy mennyiben... Nem válok az, -e, mert az vagyok már. <laughs> Többszörös. Többszörös. Hogy ugye most a Donát Anna kapcsán megint ez a jelző került elő, az Európa Parlament tagjai kifogásolták, hogy, hogy megkapta Magyarország az első részletét az, az uniós forrásoknak, és azt mondja, hogy állítsák ezt le. Mennyiben helyes egyébként az a gondolat, hogy, hogy ne kapjon a magyar kormány, mert továbbra sem azt fogja vele tenni, amit tennie kell? Vagy mennyire, mennyire vet bennünket vissza, ha tényleg leállítják? Hát lényegében leállt azt tudom mondani, ugye két forrás van, az egyik a helyreállítási alap, amit még a, a Covid utáni helyreállításra határoztak meg. Ennek egy részéről lemondtuk, mert nem kell nekünk annyi hitel, mert nem akarjuk eladósítani az országot. Ez volt az Orbánnak a szövege, amit Gulyás Gergely hangján adott elő. Ebből kaptunk egy nem egész 10%-ot, és a továbbiakban be van fagyva, és hogyha 26-ig nem teljesítjük a programot, amit beadtunk, akkor ez elvész, mert az a határidő. A másik, amit decemberben megszavaztak a kohéziós alapokból, ez a 10,2 milliárd euró, na ez az, ami alapján följelentett bennünket. A Oh, illetve nem bennünket, hanem akik adták az Európai Bizottságot, jelentette fel az Európai Parlament, mert úgy ítélték meg, hogy nem volt meg a jogalapja a folyosításnak, illetve az engedély megadásának nem volt meg a jogalapja, mert Magyarország nem teljesíti azokat a követelményeket, amit 27 pontban összefoglalva ö, meghatároztak nekünk. Na most, hogy a magyar ö, képviselők hogy viselkednek kint, én. Azt hiszem, hogy ebben az ügyben jobb lenne, ha csöndbe maradnának, mert kihívják maguk ellen, a, és erre a Fidesz teljesen alkalmas, az ellenség képet, ugye az ellenség, hogy akkor tényleg ti hazárulók vagytok, nem akarjátok, hogy Magyarország megkapja ezeket a pénzeket, mert én úgy érzékelem, hogy elég sokan vannak az Európai Unióban, akik képviselik és jogosan képviselik azt az érdeket, hogy a más országok által összegyűjtött és beszedett pénz, mert ugye hát amit mit kapunk mi? Hát olyan pénzeket, amit a német adófidetők, meg a hollandok, meg ezek róttak le, hogy ezeket hogyan használják fel, ennek a képviselete most már nagyon erőteljes a, az Unióba, és rá kellene bízni a nem magyar uniós képviselőkre re ezt, ezt, a, ezt a feladatot. Tehát kvázi egyetértünk vele, de, de éppen politikai... Maradjon igen, igen, annyi minden van itt belül is, amit rendezni kellene, illetve hát, hát hajszolja inkább a kormányt a 27 pont teljesítése irányába. Különben az elmúlt évben ö, körülbelül olyan, ö, a bruttó azzai terméknek ö, körülbelül 1%-át kaptuk az Uniótól, miközben a korábbi években 4%-át, de volt úgy, hogy 5%-át is. Tehát ezt megérezte. Az elmúlt évi visszaesésben ez is benne volt és a, az, a külföldi hitelezőknek a véleményébe is benne volt az, hogy hát itt azért az uniós pénzek befolyása nagyon bizonytalan, és a hitel minősítők, akik ugye a nagy hitel minősítik a, a Standard meg, meg a, Fitch, meg a Moody's, ezek is, amikor azt mondták, hogy jó, 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 rendben van, nem, nem bántjuk őket, tavalyi vélemények voltak ezek, mindig ott volt, hogy hát jönnek majd az uniós pénzek. Tehát a várakozásban benne volt. A tehát, és én azt hiszem, hogy, hogy nem jönnek ezek a pénzek, és Orbán már ebben az évben nem is akar semmit se csinálni. Tehát abból a 27 pontból esze ágában nincs bármit is teljesíteni, hanem arra játszik, hogy majd június 9-e után új világ jön, és akkor az új világ majd el fogja törölni Brüsszelbe ezeket a követelményeket, és akkor mehet minden tovább. Tehát ez az ő, ő kormányzati politikája, ez az ő gazdaságpolitikája, hogy megnyeri a választást, ez a szélsőjobb jobb társaság összeállnak, és összeállnak, úgy állnak össze, hogy ő lesz ennek a vezetője. Hát azért egy kicsit ez megmosolyogni való dolog. Van itt azért más megmosolyogni való, vagy vélem hogy van. Ugye megint visszatérve, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az válság van Magyarországon, gazdasági területen, szerintem politikailag is. Ehhez képest ugye Nagy Márton arról beszél, hogy a 30-ra mi a legfejlettebb országok közé fogunk tartani. Hogy ezek a kommunikációs elemek ezek képesek tulajdonképpen a valóságot megváltoztatni? Egyáltalán nem képesek. Arra emlékeztetnek, amit az előző rendszerben mondtak, ugye, a jaj, jaj, most igen, tudjuk, hogy vannak problémák, de dolgozni kell, megoldódik és a kommunizmusban minden rendben lesz. Tehát egy jobb jövő vetíteni előre, most is ez van. Nem csak a 30-ra hivatkozik, hogy 30-ba nem egészen most már úgy, ahogy hogy 30-ra az unió egyfőre jutó jövedelmének a 100%-át, hanem most már csak a 90%-át fogjuk elérni az ő számai szerint, de nem fogjuk elérni, tehát hanem nem egy hosszú táv, hanem a rövid táv is erre épül. Ugye arról volt szó, hogy 23-ra meghatároztak egy olyan költségvetést, ami 4%-os növekedést tartalmazott. Most ebből a 4%-os növekedésből 1%-os visszaesés lett. Nem akarták elhinni szinte az utolsó pillanatig, hogy nálunk lehet recesszió, mert Orbán megmondta, amikor ezt a költségvetést meghatározták, ez volt 22 nyarán, hogy hát a, a világ bekerült a esztendő korszakába, és mindenütt recesszió lesz, és, de nálunk nem. Na, ez, ez érdekes, ugye, egy olyan ország, amely nagyon-nagyon nagy mértékben nyitott a világgazdaságra, majd meg tudja úszni, a világgazdaság összeomlik, akkor nálunk építkezés lesz, olyan mértékben építkezés, hogy vissza fogunk térni, mondta ezt Orbán Viktor, a legjobb növekedési korszakra, ami a 17-19 közötti éveket jelentette, ez jelentett akkor egy 4-5 százalékos gazdasági hát, növekedés, az és az így jött a, jöttek az európai pénzek, sok külső körülmények Jók voltak, tehát most nem akarom elmondani, hogy az miért ment, De, tehát ez volt beállítva, hogy akkor visszatérünk, ez így lett 4%-os terv 23-ra, abból lett egy körülbelül 1%-os visszaesés, ha a mezőgazdaság, a jóisten, a természeti feltételek nem segítenek annyit, akkor ez 3% körüli, ugye becslések szerint, és most akkor, akkor nem 23, akkor 24 re lesz a 4 rá, vannak, rá 4 ra rá vannak fixálódva, de most már belátták, hogy nem lesz 4 most már bemondta a Varga is, hogy hát 2,5 os de most a nagymártól megint, akkor 25-re lesz 4 os Tehát prolongáljuk, 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 nevetséges, nem? A ö, a igen, hozzá. a Igen, de nincs, alátámaszva, hogy mitől, hogy a milyen külső és milyen belső feltételek vannak, erről szó nincsen, csak ilyen, ilyen vágyalmak vannak, amivel kezdted azt, hogy voluntarizmus. Igen, ez egy voluntarizmus. Ugye, a, a, ha már itt tartunk, akkor ugye azt mondták, és ugye a múltkor is beszéltünk róla, hogy, a, hogy legyűrték, lebírkozták az inflációt, és te azt mondtad akkor, hogy most átmenetileg le, lejjebb van az infláció, de később 5-6 százalék köré fog emelkedni. Egyrészt tartod -e ezt a véleményedet, és ha oda emelkedik, ez mit fog jelenteni? Hát először is nem győzték le az inflációt. Az infláció itt van, az infláció üteme csökkent, nem a kormánynak köszönhetően, hanem mert az áthúzódó hatások kiestek, és a külső áremelkedés, a külső árnyomás az, az ugye csökkent. Az, az, hogy ma 4%- alatt van az infláció, ezt mindenki elfogadja, elismeri, kivéve az a háziasszony, aki vásárol a piacon például én is. Mm, mert hogy <laughs> több veszed. Hát igen, szóval nem azon az áron vásárolunk, mint amit a Statisztikai hivatal kimutat, de ugye, hogy 4% alatt van, de mindenki azt mondja, hogy ez, ez erősödni fog májustól. Május túl, ugye, a de, az a bázis az föl, az igen az emelkedés fog. jelent. Nem lesz nagy emelkedés valószínű, de ha azt veszem, hogy mekkora áremelkedést prognosztizálnak az év végére a, azok, akik ezzel foglalkoznak, az ilyen 5%. 5,5 százalék körüli. Na most jó tudni, hogy a decemberi árindex azt fejezi ki, hogy mekkora volt az éven belüli áremelkedés. Tehát nem az áthúzódó hatások nincsenek benne, csak ami az adott évben keletkezett, januártól decemberig. És a januártól decemberi keletkezett infláció az 23-ban is 5,5 százalékos volt. Tehát ha idén is 5 5,5 százalék, akkor ez azt jelenti, hogy nem, hogy nem írtottuk ki az inflációt, hanem az infláció mértékét sem tudjuk, az éven belüli infláció mértékét sem tudjuk levinni. A magyar infláció ragadós infláció, beragadós infláció. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy az árképzés, amikor a cégek az áraikat kialakítják, és a bérképzés, amikor a bértárgyalosok folynak, akkor az Előző évi áremelkedést veszik figyelembe, és nem azt, amit mondanak, hogy majd <hört> ennyi lesz. Na most, amikor nagyon nagy az előző évi áremelkedés, akkor ott nagy veszteségek vannak, akkor ott mind a tőke, mind a munka arra törekszik, hogy az előző évben elszenvedett veszteségeket ezeket pótolja. És ezt látjuk már a mostani béradatokban, hogy olyan 14% körüli bérnövekedés van, ami azért irreális, mert ez azt jelenti, hogy ha 4% alatti az infláció, akkor 10%-os reálkeresett növekedés van, és nincs 10%-os termelésnövekedés, termelékenységemelkedés tehát egy el, elcsúszás van, és ez azért van, mert hát egyfelől a kormány, ugye, amikor el, mert a kormány dönti el a minimálbért és a garantált minimálbért, minimálbér azt mondta, hogy 15 százalék. Tehát eleve megadott egy borzasztó magas számot, és emiatt egy bérár infláció alakulhat ki, ebben, ebben az évben, és ez föntartja, de beragasztja az infláció mértéket. Ö, mindenütt ö, lement az infláció egyébként, de a magyar infláció még mindig magasabb, mint az unió átlaga, még mindig magasabb, mint az eurózónának az átlaga az első három évben, és valószínűleg magasabb lesz az év átlagában is. Köszönöm szépen, még egy csomó mindenről kellene beszélnünk, például a munkaalapú társadalomról is, de meg a véleményedre. Most ennyi fért bele, köszönöm szépen neked, hogy itt voltál, és öröknek a figyelmet viszontlátásra. Én is köszönöm eh. viszontlátásra.